Trianon 100 ünnepi rendezvénysorozat június 4-én Békés Csabán. Júniustól újra játszhat a Jókai Színház, az Ibsenház udvarán tarthatnak előadást. Van sütnivalónk, nyerjen a Békés Csabai Médiacentrum gasztropályázatán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 3931-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek, és 534-re az elhunytak száma. Tájékoztatott az országos tiszti főorvos kedden az operatív törzs napi tájékoztatóján. Müller Cecília kiemelte, hogy közel 2220-an már meggyógyultak, így jelenleg összesen 1200 aktív fertőzöttet tartanak számon az országban. Az országos tiszti főorvos kitért a felsőoktatási intézményekben zajló vizsgaidőszakra is. Mint mondta, a szóbeli vizsgák esetén a vizsgáztató és a vizsgázó számára is ajánlott a maszkviselése, de nem kötelező. A teremben viszont csak ketten lehetnek bent egyszerre. Felhívta a figyelmet a vizsgaterem szellőztetésére, és a vizsgázókat arra kérte, hogy továbbra is a saját felszereléseiket használják. Minden eddiginél többen igényeltek márciusban családi otthon teremtési kedvezményt. A kormány számos egyszerűsítést vezetett be azért, hogy a házaspárok könnyebben juthassanak hozzá a támogatásokhoz. Eddig 163 ezer család mintegy 425 milliárd forint összegben igényelt csokot. Először néz szét Léna az új szobájában, amíg ikertestvére Lotti békésen alszik. Még az sem zavarja, hogy édesapja éppen a bútorokat szereli össze. Az 5 hónapos ikrek szülei a babaváró támogatást és a csokot is igénybe vették, hogy megfelelő méretű ingatlant vásároljanak a kibővült családnak. Csak azért negyediken 3 gyerekkel, nehéz is. A Tóth Máté házaspár a 7 éves Flórának csak egy testvért tervezett, ezért 2 gyermekre vették fel a családok otthon teremtési kedvezményét, amelyből egy használt ingatlant vásároltak. Végül az élet úgy hozta, hogy ikreik születtek, ezért már megigényelték a 3. gyerek után járó támogatási különbözetet is. A felújításhoz a 10 millió forintos babaváró támogatás teljes összegét felhasználták. Szinte csak a falak voltak, amik megmaradtak, mint a tetőt, azon kívül minden más. A kormány több kedvezményt vezet be a családtámogatási rendszerben, így például azt, hogy egyszerűsödik a csok, a babaváró támogatás és a jelzálók hitelelengedés igénylése. A Tóth Máté családot is érintő változás, hogy iker gyermekek születése esetén a támogatás törlesztésének felfüggesztését mostantól 3+2 évre hosszabbítják meg. A közelmúltban elveszítettem a munkahelyemet, ezáltal úgymond azért egy jelentős anyagi bevételtől estünk el, valamint én úgy gondolom, hogy az amúgy is kamatmentes hitelnek a idő kitolásával a családi kasszában értékes forintok tudnak majd maradni. A TB jogviszony esetében kedvező elvárásoknak kell megfelelniük a külföldről hazatérőknek, sőt az Angliából hazaköltöző pároknak további méltányossági eljárásra is lehetőségük lesz. A családok akkor is igényelhetik a jelzálók hitelek csökkentését, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van. A babaváró esetében az igénylésnél nem lesz feltétel az első házasság, illetve a kamattámogatás akkor sem szűnik meg, ha a pár egyik tagja meghal, és a házaspárnak 5 éven belül nem született gyermeke. A koronavírus járvány miatt azonban tudjuk, hogy többen nehéz helyzetbe kerültek vagy kerülhetnek. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el senki a támogatásoktól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát maximum 6 hónapot beszámíthat munkaviszonyként. Erről a kormány szóvivő a Kormányinfo Pluszban beszélt. Hozzátette, a veszélyhelyzetet követő 30. napig meghosszabbították a 2 támogatás életkori határát, valamint ezekre is érvényes a hiteltörlesztési moratórium.
Az általános iskolákban az év hátra lévő részében is a digitális távoktatást részesítik előnyben. A pedagógusok és a diákok részére június 2-ától lehetőség nyílik arra, hogy kis csoportokban személyesen is részt vegyenek az oktatásban. Sziasztok! De jó, hogy újra találkozunk. Mehetem a dekóra? Igen! Ha nem is az eredeti felállásban, de a távoktatáshoz képest személyesebb hangvételben kezdődhetett meg az oktatás a lencsési általános iskolában. Ebben a teremben például kémiaórát tartanak. Bauxitot nátriumhidroxiddal főzik az alumínium gyártás első szakaszában. A diákoknak lehetőségük van személyesen is segítséget kérni a tanáraiktól, ha esetleg egy-egy témakörben hiányosságot éreznek a tudásukban. Nem elhanyagolható, hogy a gyerekeknek az osztálytársak is hiányozhattak. Hát leginkább azért örültem, mert már végre a barátaimmal még találkozhatok, és most itt tök jó, hogy így kitalálták, hogy így 2 órára vagy 1 órája jöhetek az iskolába. Nagyon örülök amúgy annak, hogy itt van Robi is, meg a többi jó barátom is, meg a tanárunk is, meg mindennek örülök. Csak annak nem, amikor reggel ki kellett kapcsoljam az Xboxot. A távoktatás nagy terhet rótt a szülőkre az elmúlt hetekben. Számukra is segítség lehet a kiscsoportos oktatás elindítása. Számunkra ez nagyon kényelmes értelemszerűen, hiszen ugye mi is azért otthon tanulunk vele, de itt azért csak mégis szakszerűbben tudnak vele bánni. Ő is élvezi, mert ugye akkor találkozik a többiekkel is, másrésztről pedig akkor itt tudnak akkor gyakorolni. Tehát ami kimaradt eddig, amit nem tudtunk elég hangsúlyosan átvenni, azokat akkor itt be tudják gyakorolni. A pedagógusokra is nagy mennyiségű munka hárult a digitális oktatással. Többségük véleménye szerint a személyes kapcsolattartás hiányzott leginkább az oktatásból. Azzal együtt, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők tényleg válvetve és mindent megtettek azért, hogy a gyerekek számára ez a nehéz időszak ne maradjon élmények nélkül, tanulás nélkül, igazi tartalom nélkül. Azon túl a legnagyobb nehézséget ebben látom, hogy az a fajta megszokott személyes kapcsolat, amire az egész iskolai munka alapul, az azért nem tudott megvalósulni. A tanévből még 2 hét hátra van. Bár a legtöbb iskolában már az évvégi lezárásokra készülnek, a hátralévő kis időben a gyerekeknek többnyire lesz lehetőségük a javításra. Számos programmal emlékeznek Békés Csabán június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. A kulturális intézmények tárlatokkal készülnek, az önkormányzat délután megemlékezést tart a Trianon téren, este pedig a Jókai Színház előtt fellobban az összetartozás tüze. A 7.tv csütörtöki műsor folyamában kiemelten foglalkozik az emléknappal. Az első világháborúban vesztes Magyarország és a győztes Antant szövetség hatalmai 1920. június 4-én írták alá a háborút lezáró Párizs környéki békeszerződések részeként a trianoni békeszerződést. A békediktátummal a történelmi Magyarország területe az 1/3-ára csökkent. 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Habár a koronavírus járvány miatt úgy tűnt, hogy a centenáriumi emlékép programjai elmaradnak, az enyhítéseknek köszönhetően mégis lehet megemlékezéseket tartani. Számos programmal készül Békés-Csaba megye jugováros önkormányzata, illetve a kulturális intézmények, és azt gondolom, hogy az új jogszabályi enyhítés következtében mindenképpen örömteli, hogy rendezvénnyel is tudunk emlékezni a 100 évvel ezelőtt történtekről a Trianon téren. A rendezvényekről a Békéscsabai Médiacentrum is folyamatosan beszámol a felületein, többek között a behír.hu-n. A 7.tv 16 óra 30-tól élőben közvetíti a megemlékezést, műsor folyamában pedig kiemelten foglalkozik a békeszerződés előzményeivel és utóéletével. A Csabai Mérleg ezen a héten hamarabb kerül a postaládákba. A lap plusz 4 oldalas melléklettel jelenik meg, amelyben az olvasók az országos és helyi eseményekről tájékozódhatnak. A tematikus nap során az összes hírek hírműsorainkban kiemelt szerepet fogunk tartani a rendezvényeknek, a megemlékezéseknek. Ezen felül a magazin műsorainkban is központi téma lesz a 100 évvel ezelőtt történtek, mind a helyi, mind az országos vonatkozásban. Az érdeklődők köztéri kiállítást tekinthetnek meg a békeszerződés aláírása kapcsán, a Munkácsy Mihály Múzeum kerítése mentén, a trianoni emlékműnél, valamint a Csaba Gyöngye Kulturális Központ előtt.
A Munkácsy Mihály Múzeum a trianoni békeszerződés 100. évfordulója alkalmából egy szabadtéri kiállítással készült. 8 tablón keresztül mutatjuk be azt, hogy milyen előzményei voltak a békeszerződés megkötésének. A tablók további információkat tartalmaznak a béketárgyalás folyamatáról, tartalmáról, illetve hatásáról. Ismét lehetőség nyílik szabadtéri mozik, cirkuszi sátrak, szabadtéri színpadok, uszodák, illetve stadionok meghatározott és szigorú szabályok melletti látogatására, jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a rendelkezés lehetővé teszi azt, hogy az élet fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon. Több mint két hónapja már, hogy zárva van a Békéscsabai Jókai Színház kapuja. A teátrum a Színház házhoz megy címmel indított zenés programsorozatot, amellyel a kultúrára éhezők étvágyát csökkenthetik a veszélyhelyzet alatt. A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy szigorú szabályok mellett lehetőség van többek között a szabadtéri színpadok látogatására is. Most már lehetőség van arra, hogy szabadtéri mozikat, cirkuszsátrat, szabadtéri színpadot, uszodát, illetve stadiont meghatározott és szigorú szabályok mellett lehet látogatni. A színházi előadásoknál, mozi előadásoknál és minden említett körben rendkívül fontos az, hogy a másfél méteres távolságot azt megtartsák. A Békéscsabai Jókai Színház igazgatója a 7.tv aktuális című műsorában kifejtette, hogy hamarosan szabadtéri előadásokat láthatnak nézőik a megyeszékhelyen. Nekünk itt van az Ibzenház udvara, ugye ahol szoktunk játszani nyáron, és ezt most én maximálisan szeretném kihasználni. Úgyhogy a stúdió előadásainkat, amelyeket felújítanánk, hármat, amelyek a legnagyobb sikerrel mentek, a Szerelemó, valamint a két összeillő ember és a szív hídjai. Ezeket június végétől július és júliusban is szeretnénk játszani. A kultúra szerelmesei számára jó hír, hogy június 12-én gála műsorral nyitja 10. jubileum évadát a Szarvasi Vízi Színház. A tervek szerint július végétől a Békéscsabai Jókai Színház is fellép majd Szarvason. A Békéscsabai Médiacentrum gasztronómiai pályázatot hirdetett Van sütnivalónk címmel. A behír.hu, a Csabai Mérleg és a 7.tv kiadója a Békéscsabai Médiacentrum Kft. Gasztronómiai pályázata főként azokat szólítja meg, akik otthon töltik az idejüket és szeretnek sütni, főzni. A versenyre továbbra is van lehetőség pályázni. Folytatódik a Van sütnivalónk gasztronómiai pályázat. A feladat egy otthoni recept elkészítése, amelyet fotón is meg kell örökíteni. A verseny fővédnöke, Prohászka Béla Venezdíjas mesterszakács elmondta, a program lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megismerjük a saját településünkön, a megyénkben élőket és a megyei termékeket. Gasztropályázathoz inspirálnám a kedves nézőket, használjuk ki a szezon adta lehetőségeket, nagyon sok szép dolgot lehet elkészíteni, például földi eperből, málnából. Én azt hiszem, hogy tehát nem sokáig itt van már a cseresznye, a megy, és már megjelent a sárgadinnye is. Az ételekről készített fotókat, illetve a receptet a BMC, a szerkesztőségkukac.bmc.media.hu címre várja. Nagy örömünkre szolgál, hogy múlt hónapban elindult a Van sütnivalónk című pályázatunk, és nagy öröm, hogy már több pályamű érkezett erre a kiírt felhívásra, és szeretnénk arra biztatni a tévénézőket, Békés-megye lakosságát, hogy küldjenek nekünk továbbra is recepteket. A támogató cégek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Békés-megyei Szervezete és a BMC is arra kérik a versenyzőket, hogy részesítsék előnyben a helyi termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket. A legjobb receptek beküldői értékes élelmiszercsomagot kapnak. A pályázat pontos leírása megtalálható a behír.hu oldalon, a Van sütnivalónk, süssön ki valamit a BMC gasztronómiai pályázatára című cikkben.
Újabb játékosok érkezését jelentette be a Svitelszki Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A 2020-2021-es szezonban a BRS-e csapatának tagja lesz Zsólyomi Rebeka, a visszatérő Barbora Kosekova és a szerb pontgyártó Márta Drpa. A Csabai Klub május végén jelentette be az első idei magyar igazolását. Zsólyomi Rebeka az MTK együtteséből érkezik a Viharsarokba. Korábban 3 éven keresztül dolgozott együtt a fővárosban a BRS-e új szakvezetőjével, Tóth Gáborral. A játékos nem titkolt célja a következő szezonra az, hogy kipróbálja magát a nemzetközi porondon, hazai fronton pedig érmekkel gazdagodjon. Nagyon szeretnék végre Magyar Kupában, vagy akár a bajnokságban is jó eredményt elérni, egy érmet esetleg, vagy kettőt. Szeretném ugye a nemzetközi kupába kipróbálni magam, kíváncsi vagyok, hogy milyen külföldi csapatok ellen játszani, hogy milyen lehet a hangulat. Úgyhogy ezt tűzném ki célnak igazából, hogy minél jobban tudjunk együtt teljesíteni és szép eredményeket elérni. A 2017-18-as szezon után ismét csabai mezben lép pályára a szlovák feladó poszton szereplő Barbora Kosekova. A klub elnöke elmondta, sokat várnak a visszatérő játékostól. Barbora a szlovák válogatottnak a csapatkapitánya, egy olyan játékos, aki már bizonyított itt Békés Csabán, hiszen amikor legutóbb itt volt kezdő feladóként, a 2017-18-as szezonban magyar bajnoki címet ünnepelhetett a BRS-e zsinórban az 5. Ismertük az emberi és szakmai kvalitásait, tudtuk azt, hogy rutinosabb játékos lett, hiszen a tavalyi Európa-bajnokságon a remekül szereplő szlovák válogatott egyik vezére volt. A Csabai Klub június első napján jelentette be, hogy szerb pontgyárost igazolt az orosz bajnokságból. Márta Drpa az előző szezonban a liga egyik legtöbb pontot szerző játékosa volt. Baran Ádám bízik abban, hogy a 31 esztendős rutinos játékos húzóember lehet Békés Csabán a 2020-2021-es szezonban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!